Szevasztok! Itt van Ádám is, meg Bence is, és most, srácok, elérkeztünk a giganagy, epic nagy teszthez, úgyhogy vettünk Gergővel egy giganagy, epic nagy szervert a Bicek Hostingtól. Tös, ez tök mindegy. És most elvileg Bence beállított nekünk mindent, ugye ez így megtörtént. És most leteszteljük, hogy vajon így is fog-e sercegni a dolog, vagy sem. Ha nem, akkor mindenki örül, és hey, boldogság, happység, minden. Ha mégis, akkor nem tudom, mi lesz. Úgyhogy reménykedjünk, hogy nem fog, jó? Ja, amúgy hello. Sziasztok! Hello, sziasztok! Itt van a Tutti Juice, én már rá is bontok ügye, mert a versenyt azt támogatja. És anyukám éppen ebben a másodpercben hív vissza. Úgyhogy most ezt nem vesszük fel. Na! De az IP, emberek! Hogy fel tudjatok jönni, eredeti szerver 1.16.5. Ugye jól mondtam, 1.16.5, királyság. És igen, az IP pedig nem más, mint megváltozott ez. Ott lehet látni az IP-t. Bence, a whitelistet már ki is vett? Lenyomtam. Oké. És honnan tudták meg magát a szerver IP-t ilyen gyorsan? Már volt egyszer teszt. Ja, már volt egyszer tényleg teszt. Hát persze, de buta vagyok, ott felejtettem el. Terjednek itt az információk. Hát tényleg itt egy csánka volt, bekapcsolatva a csánkizéket, és látszik, hogy beálltad az a másik csánkba, akkor igen, igen. Az melyik a csánk? Az F3 plusz... G. F3 plusz G. Wow, de szép, minden csánkot látok. És tényleg itt tök jó egy csánkba ugrálok. De amúgy érdekes, hogy... Ah, tényleg, és pont ennél. Közben pedig köszönöm szépen Patriknak. Végre kezdődik, alig vártam. Yeah, boy! Na. Mindenki jelentkezzen, aki feljön, és kattintson kedves villager pajtásunkra. Meg kell püfölni villagert jobb klikkel. Hello. Azt ne felejtsd el senki. A villager kéri a sallert. Hát kívánja itt, a sajtos itt mondjuk továbbra is így akarnak a játékosok. De ugye még nem csatlakozott föl az a mennyiségű ember, aki föl kell, hogy csatlakozzon. Na, aki ugyebár nem tudott csatlakozni, az ne keseredjen el, mert valószínűleg két kört fogunk majd végig játszani, ha minden simán megy, ha nem, akkor csak egyet. De amúgy eddig itt az emberek amúgy... Na, így kellett volna a múltkor is. Múltkor nem tudom miért, de meghalt az egész. Emlékszel, Bence? Igen, de az olyan volt, hogy így prr, ilyen hirtelen akartak csatlakozni. Most meg ilyen szépen, ilyen smooth-os a csatlakozás, tehát azért így most egész jó. Na, én azt mondom, hogy ha mindenki rácsapott a villagerre egy jobb klikket, akkor szerintem lassan kezdhetnénk is. Itt van Tudorák koma is. Mondjuk Rexigó nincs Durak. Itt, úgyhogy lehet esély a győzelemre, srácok. Na. Bence? Na, meg vagyunk. Hát, biztos, hát nézd már meg. 80, nem, még csak 81. Mi? Na, hát akkor haladjunk. De mert szerintem van izé, van a szerver connect slowing, tehát hogy állítja, hogy mit tudom én másodperceket hány embert felcsatlakozni. Értem. Ez a csetet, tehát látod, hogy felcsatlakozott és akkor vár egy kicsit, még egy. Aha. Tehát nem úgy van, mint a szervezet, hogy nem volt rajta lassítás, és egyből bedúzta az 1000 embert, ezt nem bírta az izé sok connection. Jó, hát 1000 ember csak aha, tudott elépni. Nem, 100 ember. Ja, kicsit na lehet jó, okosabb ez a hosting. Lehet. Le van korlátozva, mit tudom én másodpercenként 5-re vagy mit tudom én. Jönnek. Zsidav, please, válaszolj! Emlékszel a budapesti vasútállomási mányzsóra? Ott voltam! Én is ott voltam. Erre vagy lehet válaszolni? És erre nem értem, ez nem is kérdés volt, csak az, hogy emlékszem-e. Hát de miért emlékeznék? Tudod, én is ott voltam. Szerintem, Bence, szerintem nem tudom, mennyi ember fér még ide. 95-en vagyunk, szerintem most már lassan indulhatunk, nem? Mindenki, aki rányomott, az benne lesz, aki nem, a sajnos így járt. Úgyhogy Bence, 3-ra indítsad, jó? Jó van. Na. 1, 2, 3. Paf. Ja, vagy ó. Jó, hát minket ide dobott. Hű. Eddig sem volt probléma amúgy, hogy ide tudod dobni. Mindig csak a pályán történtek a gondok. Akit zavarna a sok ember, az megfogja a kezében lévő kis gombócot, és el tudja vele tüntetni a játékosokat. Bence, most 2 percre van rakva, ugye? Az igen, most 2 percet számol. Húúúú, de izgalmas!
Biztos? Na. Addig csinálok egy Insta sztorit, hogy itt vagyok. Lehet jönni nézni a streamet, lehet jönni ugrálni. Kíváncsi vagyok, hányan fogják megkérdezni. A zöveget fel, férvér! Vagy én bejöttem, miért tudok játszani, miért van ez idő? Egyébként kíváncsi lennék, hogyha levennénk ezeket a táblákat, amik itt virítanak, ez a tájékoztató, meg stb., akkor mekkora lag lenne? Szerintem nem tudom. Nem hiszem, hogy olyan sok minden. Mert amúgy viszonylag jól megy most a dolog. Bence, légy szíves. Igen. 47 másodperc. Ne, ne, most ne kell. Le kell kopogni. Így, ne. Oké, oké. Vissza, cancel. Szerencsére még most még mindennyian érezzük, hogy sokkal közelebb vagyunk a sikerhez, mint a bukáshoz. Milyen szépen megfogalmaztad ezt, az iskolába tanították? Kár így lenne értelme járni. Nem tudom, veletek van-e úgy, de velem mostanában az van, hogy az orrom csücske fáj, így szúr. Mikor így megvakarom az orromat, és fáj. Akkor ne vakard. Hát igen, én is azt gondolom, de hogyha egyszer viszket, na. Kezdődik. Nyalogasd meg. Kezdődik, Bence. Iszok is rá egy. Nézzük, hogy mindenki néző zvon-e. Hát szerintem fogunk. Uii! Hát egy... Ja. Zuhantunk. Hát ez itt nem változott semmi. Wow. De itt meg az emberek érted full normálisan tudnak menni. Azt de jól néztek ki! Hát ez nagyon zsírul néz ki ilyen sokan. De egyébként itt most nem laggol. Tehát egyből megfogom a checkpointot. Igen, itt egyből. Amíg ide tesz, addig laggolt, utána meg már nem. Tehát, hogy tök érdekes. Tehát én engem ne kérdezzetek, hogy ez mitől van, vagy hogy van. Ez szimplán csak így van, az kész. De itt az emberek még nem is tűnik úgy, mintha lagolnának. Most mondjuk pont eltüntettem őket, mert ugye én is kell, hogy ugráljak. És ugye úgy van, srácok, hogy a legjobb 20. Miért vagyok láthatatlan? Gondolom, mert nem nyomtál rá időben a villagerre. Valószínűleg. Ezt mindig megkapjuk amúgy, ezt, igen, a kérdést. Igen, ez általában ez mindig szokott szerepelni a kérdések listáján. Valami meg kéne oldani a képernyőt alján, tudod írni, hogy jelenleg láthatatlan. Miért repülök? Nem értem, hát azért repül az ember, mert ha nem nyom rá a villagerre, akkor nem fog... Ja, igen, tényleg. Ment a kick, mert... Csata! Hack. Hack volt, ez hack volt. Bizonyára hack. Miért repülök? Én ezt nem értem. Tehát én nem értem. El lett mondva, hogy működik a játék. Miért lesz megkérdezve? Hogyha nem kattintottatok rá, vagy késő jöttetek... Emlékszel rám? Hát persze, hogy ne? Hát te vagy az. Más. Igen. Tehát, nem mi az a, nem az a srác? De, most, hogy mondod, ő az, tényleg. Hát persze, tényleg. Tudod, az, aki ott volt. Oh, ja, hogy az! Tényleg, hát hogy ő az! Jaj, hát igen, emlékszem rá. Ő volt az, aki ott volt, és tudott beszélni, igaz? Igen. Hogy kell megnyomni? Most már sehogy? Vagy mit, hogy kell megnyomni? Mondom, a falusit. Hát mi a esélyban? Most már sehogy, mert már elkezdődött a játék, srácok. Most már megy. Na. Helyes, kíváncsi helyes. Leszek, hogy amúgy majd éles versenyben milyen gyorsan fognak az emberek beérni. Én nem tudom, mi az akadátó PC, nekem akad a játék. Akad a játék? Nekem nem akad. Nekem jó, hát mert neked atomerőművel van. Zsidom, nézőknek annyi eszem, mint egy darab kőnek. Köszönöm szépen. Ez nagyon kérdés, ez most miért? De te is itt vagy, szóval te is a nézőm vagy, nem? Hát, én nem nézem. Valahogy ide kerültél. Beszólhat önmagának, mert ő is néző, tudod. Aki zsédav néző, az beszólhat a zsédav nézőknek, mert ő is olyan, mint hogyha saját magát oltaná, nem? Nem te vagy. Háá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 
likidetted. És megint. Na, én kíváncsi vagyok. Bence, jó kis középkategóriás párkör menni fog? Hát nem tudom, nem játszottam már négy napja kb. Ez látszik is az eredményemen. Harmadik lettem. Akad a játék, 50 FPS-en van. Az még miért csánkokat is lejjebb legyen, vagy mi csináljon? Nem tudom. Vedd le a játék grafikáját.
Xboxra be lehet lépni? Xbox 3-at? Szerintem nem. Telefonról? Csak ja. Telefonról lehet. Ja. Na, hát igen. Telefonról sem lehet belépni, nem? Vagy igen, hogy... fontos, hogy miközben parkőröztek, ne nyomjátok a space-t, mert az nem jó. Tehát, hogyha ugrottok, akkor nem space-el. Amúgy most figyeld már, 3 perc alatt teljesítjük ezt az első szintet. Mármint, hogy 4. Hát igen, durván 5 perccel számoltam, szóval ez az 5 perc, ez szép. Hogy vagytok Ajdával? Köszönjük szépen, remekül. És tudom, nekünk még van egy befejezetlen meccsünk, 1v1. Nem tudom, biztos? Igen, tényleg? Van 1000 V-Bucks, mi van? A legjobb gyert 10.000 forintot, na jó, nem. Nem csinálok ilyeneket. Gyere, 1000 V-Bucks! Gyere, eltesztek 1v1! Ez imádom, amikor kapok ilyeneket. Érted? Elmegyünk játszani, Fortnite-ozunk, így jól érezzük magunkat, meg minden, egyszer csak jön egy üzenet. Gyere, elteszlek 1v1! De én csak tudod, így full magamban, tök nyugiban játszok a srácokkal, beszélgetünk között, nem is figyelünk a játékra. Erre kapok egy ilyen határozott, komoly üzenetet, hogy gyere, elteszlek 1v1! Így el tudom képzelni, hogy a kisgyereknek így föl van tűrve az izéje, tudod így a... Mi az? A kis ujja? Hú, de sötét van. Kis ujja, a pulcsia. A pulcsia. Fel van tűrve, és akkor így mondja, gyere, elteszlek 1v1! És akkor az anyukája meg... Pityukám, légy szíves! Halkabban egy kicsit! Jó, de anya, elteszem 1v1! Nem, a nappaliban ül, én elkezd a nappaliban ül, tényleg! De olyan, hogy a fejhallgató háromszor akkor a feje, az a tipikus. És mögötte meg ott ül a család, ő meg nagyon Fortnite-ozik. Ha mit tudom én, és közben én nézi a videót telefonon. Igen, gyere, elteszlek 1v1! Nincs Kicsit már itt már nincsen villager. Azért nincsen itt villager, mert már elkezdődött a játék. Most már nem lehet csatlakozni. Aki kiesett és kilép, az így jár, semmi nem fog történni, ha kilép, mert nem érdekli a játék, hogy lenne esetben, hogy aki kiesett. Mert hogy kiestek, akkor kiestek, vagy jön lehet-e más. Igen, mert úgyis most már csak nézik minden. Már csak nézik minden. Bizony. Most kell lépni most már az ember, hogy úgy nézzük, igen. Úristen, és hogyha belegondolok, hogyha most ezzel a tesztem minden jól megy, akkor át kell építenem az első két pályát. Jó, de ha nem megy, akkor át kell építenem, csak kicsit később. Hát igen. Mi az, Bence? Nem tudom, elfelejtettem. Jó. Nézzük meg a listát. Tehát 97-en vannak amúgy. Azt akartam igazából csak mondani, szerintem nem lesz nagy kihívás. Tehát amennyit eddig szórakoztunk, szerintem ez a legkevesebb, hogy kicsit átépíted a pályákat. Jó, hát amennyit te szórakoztál, Bence, én egy darab fikarcit nem tettem hozzá a pluginokhoz, azt el kell ismerni. De, opa, mondtad, hogy ez így nem jó. Ja tényleg, Bence, mondd a legújabb izé újítást, amit betettél. Ja, igen. A legnagyobb újítást. Nem mondd el, majd az emberek megtalálják maguktól, hát ha valaki megtalálja. Nem, el kell mondani. Mondjuk el. Tudják, igen. Nem, akkor nem mondjuk el. Jó. Nem mondjuk el, ki fog derülni majd, srácok. Most én úgy elzuhantam. Én is, én itt állok lenne, szóval sétálni lenne amúgy. Sétálni tudsz lenni? Most jutott be a pálya. Hoppá. Na, nekem is. Ups. Na baj, az a lényeg, hogy mindenkinek nagyjából egyszerre töltsön be. Na mi van már? Igazságos. Nagyjából egyszer lagoljon le mindenki, az a jó. Amúgy én ezt nem is értem, ezt nagyobb szerverek hogyan oldják meg az ilyeneket. 32. Hogyha egyszer bespawnol ugye a játék, akkor utána pöpecül működik minden. Dávid, te láttál már olyan játékot, amit több egyszer egy játékmódot, amiben egyszer több mint 64 ember volt? Igen, szerintem a Hypixeles... Volsz. Van olyan. Volsz, tényleg, az mega volsz. Igen, abban mindegyik csapat 16 ember van. De nem, várjál. 100-an vannak. Nem. De a mega volszban igen. A mega volszban igen. 100-an. Igen. Sőt, volt egy... de mi ez a sok lecsatlakozás? Meg szerintem az úgy számolnak amúgy, hogy úgy 100, hogy amúgy abból kilép legalább 40. Zsidov, hogy lehet egy világban ketten lenni, ha egy játékosban vagyok? Hát sehogy, mert akkor egy játékosban vagy, nem? Nem értem, sehát magad megválaszoltad a kérdést. De ez itt most a Parkour szerver, nem a valakinek a kis gondjait segítünk. Tehát, hogy
Lehette majd, mit tudom, olyan stream, és akkor segítünk mindenkinek, aki is gondja a fejnes, hogy elmondja, hogy mi a baja, érted? Nem tudom, hogy nem ennyire értem a szervereket. Segélyszolgálat. Dink, Danny! Oké. Okay. Szevasz, Ádám. Szevasz, Hambuge. Átmixelem, volt 50v50. Én arra nem emlékszek. De az is csak 100 ember ugye. Sőt, volt olyan játék, ami, minek hívják? Battle Royale volt. Valami másik neve volt annak, nem pont Battle Royale. De az is akkor maximum 100 ember. Hát igen, 100 ember volt, és az Ender Dragonról kellett így leszállni. Bence, hát te miért visszafelé jössz? Neee! Először most estem le a labirintusban. Visszasétáltál? Igen, oké. Okay. Bence, belefér, figyelj, belefér. Elvesztettem az irányt. Értettem, hogy most merre jössz. Körülbújásokat misszelek amúgy, hogy így... Ugye? Ez a labirintus, végzett. Hopp, közben én hallgatom a zenét, amit beraktam. Hú, itt vagyok az élbolyban, srácok, itt vagyok az élbolyban. Az mit jelent? Mert én nem nekem is te is itt vagy az élbolyban, Ádám. Itt vagyunk egy helyen kb. Az jó nekem. Bence is mindjárt mi elér a kedvenc részéhez. Hát én a kedvenc részemnél vagyok éppen. Mi? Ez a labirintus nekem... Nem, a létrás. Az a kedvencet tudtam ma. Ah. Hogy ez nem elég? Oh. Hm. Az is. Remélem itt most leesek és mehetek vissza a labirintusba. Az nagyon jó lenne. Nem olvastam el, mit olvastam be? Nem tudom, mit olvastál be. Hopp, én már itt át is jutottam. Hello, sziasztok, szevasztok, örültem a találkozásnak. Hali, hali, hali. Leestem, nagy volt a szám. Látjátok, ezért nem szabad elbízni magadat. Á, úristen. Azt mondják, te vagy az első. Gratulálok. Válaszolj! Úristen. Nem neked, ne. Egy félnék. Van. De hogy lehet megnyomni azt a gombot? Petra nem érti. Petra egyszerűen no, nem. Petra. Itt volt az elmúlt 2 percben szerinted. Mit csinálok? Na, ó, te. Közben beért a Balázs vagy Dani vagy nem tudom, tudjuk hogy hívják. Na. Igen. Most ugye már csak a legjobb 10 érhet be. De akkor mikor tudom? Hát majd a játék végén, hogyha itt végig megy az összes forduló. Nem értem, hát el lett magyarázva még az élőadásban, vagy mi az élőadásokban is elmondtam. Meg a... Minek hívják? Még külön el lett mondva még ugye a bejelentő videóba. Hú, valaki eszét írt, várjál, azt majd el kell olvasni. És fogalmazta is, mert még tudom. Gyerünk, Adam, úgy van. To do rack! Tudurák, mikor készül el a pályád? Már nagyon kiátszanám. Milyen? Sok javaslat, tényleg csak pici, van néhány checkpoint, de picit más irányba néz a játékos a visszateleportás. Nem, az utca lehet fel, és itt... Emberek! Ha beleugrasz egy checkpointba, úgy fogod a visszarakni, hogy beleugrottál, ezt nem tudjuk állítani. Ennyi. Ez, jól tudom? Igen, ez így van, hát, hogy tényleg... Direkt úgy van megcsinálva. Réda, várható-e Mindstorm, vagy videós lájúzva? Mindstorm a Dávidtól, hát elvileg, de... Hogy megválaszolod a kérdésébe? Mindstormából én már kiléptem, srácok, nem lesz velem már több Mindstorm, és szerintem Annival, meg Bencével, meg Gergővel, meg így a régi krémmel nem lesz Mindstorm, a más lesz helyette valószínűleg. Lesz Mindstorm, csak nem Dávid és a... ő gárdája felvonultnál. Hát tudod, maradt, aki maradt, na. Maradt. Ja. Az én ismerőseim, barátaim azok mind kiléptek belőle. Ez a plugin megtalálható. Nem található meg, Bence saját kezüleg írta, ezért tartjuk. Mi? Ezért fizetjük, vagy nem tudom. Mi? Csak hogy nem adhassák az, hogy így jön. Bence ezért kapja az ételt. Hypixel, nem lesz közösen, mert Dávidot engem van. Szia, várjál egy pillanatot Ádám még, mert Andrisnak köszönjük szépen a támogatást, azt írja, hogy szia Zsidav, mit gondolsz a karanténról? Hát igazából nem nagyon gondolok róla semmit, mert most ez van. Én egy dolgot nem értek, a 8 óra utáni kiárás. Nekem az valahogy nem összeegyeztethető, mert az, hogy maszkot kell hordani, hordom a maszkot. Az, hogy másfél méterre álljunk egymástól, vagy tartsuk be a távolságot, oké, hát ezt is megértem, hát természetesen. De az, hogy 8 óra után nem lehet kint lenni, miért? Olyan, mintha valami zsémbes öreg ember kitalálta volna. Csak nem, tehát hogy az eddigiekben értettem a logikát, ez a 8 óra utáni amúgy sincsen nyitva kocsma.
érted, vagy valami. Ahogy menni a 8 óra után. A vírus nem csak este 8 után fertőz igazán, vagy nem tudom, akkor még csak kevesebb ember lenne az utcán, vagy nem az, hogy kevesebb ember lenne az utcán, akkor kevesebb ember van, úgyhogy egyedül ezek között, az intézkedések között, én ezt, ez az egy dolog, amit nem értek, máskülönben meg vigyázunk egymásra. Jó, de meg kérdeztek, hogy nem úgy sem megyek ki az utcán, úgyhogy nekem mindig. Jaj, te kocka, te! Nem lesz Hypixel veletek, mert bannol vagyunk Dáviddal, és nem tudunk egyszerűen. Igen, kibannoltak. Patriknak köszönjük szépen a támogatást, mindenki nyomjon egy lájkot. Én követném Patriknak az utasítást. Az a kérdés, Bence, hogy fel fogjuk-e rakni ezt a Pregint Spike-otra? Misoda? Nem értem a kérdést. Szerintem nem, mert ez Bence levédette. Csak megvásárolni lehet tőle amúgy. De amúgy ne, el se adom meg semmi, ez... El se adom meg semmi. Igazából, hogyha lesz még majd verseny, akkor még esetleg használjuk a későbbiekben, de egyébként nem. Amúgy meg itt van ez a plugin, szóval szerintem nem kéne így csak egy versenyre felhasználni majd, hogyha lesz több, akkor... Ja, épp azt mondom, hogyha még mi szervezünk több versenyt, akkor még lesz használva a plugin, de egyébként nem teszem közé meg semmi. Még amúgy egy embernek van hely. Ja tényleg, srácok, bocsánat, azt még hagyd mondjam itt el az élőadásban, hogy készül egy animációs sorozat, Minecraftos animációs sorozatom, és most aki tag lesz méghozzá a, mindjárt mondom, a Nagyon Jó Arc Vagyok tagsággal, ha minden igaz. Mindjárt mondom, hogy ez miért lényeges, csak most keresem, hogy biztosan tudjam, hogy hogy hívják, de valószínűleg a Nagyon Jó Arc Vagyok tagsággal. Igen, szóval... A Nagyon Jó Arc Vagyok tagsággal valaki csatornatag lesz az én csatornámon, akkor az ő kinézetét, hogyha elküldi Discordon, a Discord szerveren, ami szintén nem van a leírásban, akkor a skinje az illetőnek benne lesz ebben a kis sorozatban. Ami annyira nem lesz kis sorozat, mert eléggé nagy volumenű cselekményt írtam hozzá, de hogyha ezzel támogatjátok, akkor lehettek a producerei, és ez lesz a hála, hogy igazából benne lehet a kinézetetek. Kösz. Csak ennyit akartam elmondani. Közben András, hát pedig szerintem 8-tól 5-ig korona van, vicc. Hát... Tessék, de látod, Tudorák szeretem az 1v1-ezni, ő már menne 1v1-re. Vehetesz 1v1. Tudorák, na, akkor... lehetesz 1v1. Egyszer küldött nekem Tudurák egy pályát, mert hogy a saját pályáját elküldte. Mondom, megnézem, amúgy nagyon tetszett a pálya, csak elkezdtem vele játszani, és fél perc múlva még nekem is nehéz volt a párkör, érted? Olyan nehéz volt, miért izzadtam rajta. Úgyhogy végül azért nem lett belőle videó, mert nagyon-nagyon nehéz volt nekem, de most az új pályáját már nagyon várom. Nagyon jó. Na akkor minden kérdésre válaszolunk. Dávidot meg engem azért bannoltak, mert valahonnan a valaki. Úgy döntött, hogy ő felmegy csalni csak a Hypixelre, meg a nagy szerverekre, és kibannoltad minket. Igen. Velem ez kétszer is megtörtént. Valami, de az a durva, hogy Ádámmal is megtörtént, és senki nem tudja, hogy miért, de nem változtatták meg a nevünket, nem változtatták meg a, minek hívják, a jelszavunkat, semmit. Meg semmit. Tehát látjátok, ez még mindig az én akkuntom. Tehát, hogy nem változtattak semmit, egyedül fölmentek Hypixelre, és hackerkedtek, de nem értem, hogy ezt hogy csinálták, vagy Gergővel is hasonló volt, sőt, az övét még streamelték is, képzeld el, valami ázsiai srác streamelte, hogy éppen az ő akkuntjával játszik. Úgyhogy igen, tényleg volt. Nagyon durva. Csak velem ugye ez kétszer is megtörtént, igen, bannoltak egyszer egy hónapra, mentem volna föl, lejárt az egy, és már úgy léptem föl az egy hónap után egy nappal, hogy megint bannoltak egy évre. De engem is bannoltak. Jó, de engem egymás után, tehát nekem esélyem sem volt felmenni. Mi egy lebegő világban vagyunk, hoppá, hoppá, közben már itt vagyunk az újabb fordulóban. Ádám, ez a kedvenc pályád lett, nem? Hát ez most már megy. Hát tudom, mit kell csinálni, ugye valahogy, ugye már végigjutottam magamtól is. Igen? Aha. Nagy királyság. Bence, te is itt vagy? Igen. Hello. Kérlek, ez a rengeteg teszt, hallod? Fogadjuk, hát, hallod. Hogy feljöttél esténként sutyiba ugrálgatni. Csak mi magamnak az? Elindítottam a szervert, hogy ki legyek gyúrva. Istenem, tudtam én. Valljuk be, te is fogsz indulni a verseny, az lesz a vége, és megnyered az egészet. Majd súnyiban nyitok még egy Minecraftot itt a gépen, és akkor majd játszok közben. Aha, Noob 2000 gyerte a meccset, hogy csinálta? És akkor, hát az én vagyok, meglepetés! Jaj. Ja. Vagy én megnyerem, és akkor megspórd a póstázás, Dávid. De... Gergő postázza, nem én. Ja.
Nem baj, hogy elhozod. Jaj. Ja. Félsze. De te nem nyerhetsz. Nem, de... Na, valakit itt kipkelünk. Sőt, bannolom rögtön. Igen, méghozzá a Mini... Na, úgy állok. Várjál, nagy betűvel. Mini... Samoyed. Bakke, nem tudom átugrani. Köszönjük, nem hiszem el. Részvételt. Közben köszönjük a BGORXD-nek, hogy nagyon jó arc lett. Lépj be a Discordra és közd össze a Discordodat. Ja, arra is van külön szobánk. Igen. Te Bence, benn van a spam szűrő amúgy? A benn van, igen. Jó, nekem amúgy tudtak spamelni privátba. Ja, a privátot azt nem izéje, figyeli. Te ezt akkor nem kellett volna mondani. Mindegy, srácok, aki elkezd spamelni, az egyből ban. Tehát hibátlan ban lesz abból. Igen, és az azért rossz, mert nem fog tudni sehogyan se visszajönni. Csak akkor, hogyha megveszi újra a játékot. Reméljük, nem akarja újra megvenni a játékot senki. Mert a Assassin's Creed IP van, és akkor mindenki van, az akkor fullos. Néha amúgy olyan easy ugrásokat rontok el. Ugye? Nem sos fontosan ez van, így meg sem mit csinálok, tudod? Hogy lehet valaki jó arc szintre jutni? Hát úgy, hogy a csatornatagban... Csatornatag lesz, na. Mi? Megijedtél. Már beért? Hát igen. Remótt, itt vagy mellettem amúgy, most is beér valaki. Igen, hát... Ilyenek ezek a tudurakok, meg a Balázsok. Igen, most nincs itt amúgy Rexigo, úgyhogy van esély Ádám a győzelemre. Hát ezek ellen se nagyon, vagy ők ellen inkább ők. Ezek ellen. Ezek. Na. Hát aki ilyen sebességet sem megpályált, az már ezek. Nem igaz. Gépek. Igen, tudom, hogy lehet umbankérést kérni. És már egyszer kértem is, csak úgy vagyok vele, hogy ne rontsák az én jó hírnevemet, mert volt már olyan, hogy ugye feloldották a bant rólam, aminek tökre örültem. Viszont utána megint föltörték ugye most vagy nem most, hanem még azelőtt a fiókomat, és elkezdtek nagyon durván hackkelni, és én meg kaptam róla az értesítéseket más emberektől, hogy lehetek ilyen pofátlan, hogy ilyen híres videós létemre hackkelek egy ilyen hivatalos nagy szerveren, és hogy mennyire gerincrem vagyok. Úgyhogy ezt elkerülendő, inkább nem kértem, inkább legyek lebannolva, és akkor nem lesznek ilyen problémák. Köszönöm. Én azért szomorú vagyok, mert nagyon gyakran játszolnék azért ott. Na. Hát engem nem bannoltak. Hát de te jó vagy. Yay! Bocsánat. Közben ment a ban valakinek. Na, közben kiért be, még két emberre van hely. Ádám, beértél? De ügyes vagy! Hát sikerült megtalálni, hogy kell megugrani, igaz? Meg kicsit megizzasztott. Megizzasztott. Már én is izzadok, úgy pedig még csak a rózsaszín pályán vagyok. De most megizzad, hogy hol van, hogy az emberek kerestem az emberi szájt, vagy látszatlanul. Tudom, hogy hol vannak az emberek, mit tudom én. Hogy csinálod, hogy egy játékos, na mindegy, el is törölték, úgyhogy nem tudom. Azt mondják, hogy csinálj videót és unban... De nem akarom, hogy unbannoljanak sajnos. Igen. Nem akarom, mert eleve... Mert ugyanez lesz. Ja, igen, mert ugyanez lenne. Feltörnék. Azt kérdezik, hogy most kell-e csatornatagnak lenni. Hát nem tudom, hogy készül hát, a sorozat. Bármikor, de... Bármikor, ez a sorozat meg valamikor csatornatag leszel, akkor már, hogyha elküldöd ugye DC-n a skinedet, akkor már esélyed nyílik rá. Jó, nyilván, ha jövőre van, akkor már egy kitett. Tudod, Zsidav az egy El Classico. Na, meglátjuk. Ki van itt legközelebb? Hamburger? Hamburger? Aki azt írta, hogy már csak egy, ez nem igaz, nem egy, még három. Négy. Hát... Négy? Miről beszélsz, Ádám? Hát még négy kör lesz igaz. Nem, úristen! Négy meccs lesz. Beérte, várjál! Úristen, hát itt nézd meg, mekkora párharc van! Uaj, és leesett, nem! Azt hittem, hogy mekkora Basz, párharc lesz, de... Pedig ott volt a végén, hallott, teljesen ott volt már a közelében, és nem. És nem. Zséda, gullászak, csak ne bannolj. Dávid, ne legyen ember, hogy ő csak úgy kibannolja. Én csak akkor bannolok, hogyha valami ostobaságot írtok privátba. Vagy nem tudom. Emlékszel, Bence, amikor ott, és ha kikkeljük, akkor buzik vagyunk?
Igen. Nincs barátom. Jó, hogy mindkettőnknek van barátom. És amúgy, hogyha melegek lennék, akkor mi lenne? Vagy nem értem. Nem értem. Vajon, mint hogyha az egy szitok szó lenne, az közben igazából, hogyha belegondolsz, nem. Láttam egyszer azt kinedet a Black Plasma stúdiónál! Most lebuktam, Igen, az azért van, voltam. Igen, támogató voltam. Mert ott ugyanaz, amire Dávid sorozatának. Na, Gergő írt, hogy bírja a szerver. Hát, még mindig zuhanunk az elején, de szerintem lényegesen jobb azért ez így. Jaj, ja. Lényegesen jobb, kedves Gárkó. Jöhetnél te is játszani majd. Na, Gergőbe valakinek utolsónak is kell lennie. Azt mondja, szóval Bence, miért van a játékos eltüntető fenn az inventorimban? Ez is fenn az inventorimban. Mit lehet pakolni az inventorimban? Nem lehet, próbáld meg kiemelni. Próbáld meg. Ha nem működik az F-se, úristen. Mondom, nem, Bence mindenre gondolt. Azt mondta, na ilyet nem fogunk játszani. Nem no, lesz no. Ilyen, nem lesz ilyen. Na. Ilyen van, és akkor ha az van, komolyan mi? Komolyan. És komolyan. Ha az van. Akkor nincs semmi. Köszönöm, hogy a YouTube-ról is amúgy tiltani kell néha egy-két embert, aki rossz. Na hát, nézzük csak akkor ezt. Sem monitorra tel, én nem látom a YouTube-ot egyszerre. Várjál, most a párharcok jönnek, ugye? Igen. Jaj, no! To-do! Ti kérted amúgy? To-do, rák! Várjál, és akkor most már lehet menni amúgy? Menjetek! Here we go! Oké. És hol van? Töm-töm-töm-töm mögötted leesettél. Töm-töm-töm-töm-töm-töm. De ő később tudott csak elindulni? Nem, csak leesett egybe. Ja, jó, oké. Töm-töm-töm-töm-töm-töm. Bence, most ugorod a Dávid is. És elég erősen kérlem, hogy a Dávid csalna. Töm-töm-töm-töm-töm. Vagy neked nem ugor? Nem. Elvis, én tudorákat néztem. Az csak ilyen izébug. Visual bug. Jaj, de nagyon itt van a nyomomban, Mr. To-do rack! Nem, mert Bence mondta, hogy valaki végül azt, mit tudja ő. Csak mondtam, hogy hát ez most ne esik. Bence csak ilyen. Jaj, ne, itt van nagyon a nyomomban. Hogy fogom én ezt így megnyerni? Én félek tőle. Nincs a nyomodban. De itt van sehol a nyomomban. Hol? Nem, sehol nincsen. Hát akkor hol van? Le van maradva, mint a bóra való. Ó, te, hát... Ennyi. Le van maradva, mint a Minecraft szerver pingje. Te Ádám, te is benne vagy a legjobb hadban? Persze. Bence? Nem. De úgy közel voltam. Már a barna pálya elején lettem volna, hogyha nem ér be valaki előttem. Hát persze. Ilyenkor amúgy vajon düböl csatlakoznak le az emberek? Düböl? Na jó, nem lehet játszani! Na jó, díjra ennyi volt! Meguntam. Szerintem úgy rossz internet. Tetszik, hogy valami ilyesmi. Szerintetek az a kérdés, hogy ezeken az oszlopokon itt legyen ilyen kis platform, vagy ne? Igen, legyen jó az, hogy benne ne bántsa tűket, jó az. Neked nem tök mindegy, úgyse leszel itt a nagy, pika nagy versenyen. Hát de láttam, hogy máshol, régen én szenvedtem rajta, és tudom, hogy más is akkor fog. Mert nem vagyok ezért. Ez nem baj. Miért állsz meg? Mik ezek a lecsatlakozások, meg felcsatlakozások? Én nem tudom, hogy mi történik, de mintha ugyanaz az ember lépkedne lefel, nem? Ja, Gercsike. Az, aki nagyon durván nyomja. Félszemmel néztem csak, de mintha ezt láttam volna. Mennyien vagyunk amúgy, mert szerintem ugye van egy ilyen sorszerű ütünk. Megtudtam múltkor, hogy perlist, és akkor meg lehet úgy tudni, de én csak két embert látok. Valamat meg tud urákat. Nem van a tűnjában többé. Százan vagyunk, csak ugye most Dávidékat látjuk csak, mert ők versenyeznek. What? Lesz. Hát ha eltűnted az embereket, akkor úgy érzékelhet, hogy te kettel lennétek érted. Gondoltam, Ádám. Te vagy az első. Hol a srác? Jött van mögötted, jó, én azért mondom. Kerestem egy kis távolabhoz. Leestem a labirintusra, hallod? Soha életemben... Leengeded? Persze. Soha életemben nem estem le. Hát, hogy még van idő, van esélyem jó időt beérni. És akkor izé nem esek ki. Kerek három lesz. Erre mindig innen esek ki, hogy izé nem elég gyors az időm. Tehát legyőzöm az embert, aki ellen van, de mégse elő vagyok elég gyors. Na, mennyien vagyunk? Százan amúgy, maximum van. Mi van akkor? Csutkára hogyha... megtelt a szeró. Mi van? Mikor mi van? Hogyha mondjuk a két emberből, úgy érve a két ember, hogy
az elsőnek is, az elsőnek lassabb az ideje, nem ez hülyeségre gondolok, Remi? Igen, semmi? Szerintem is, nem tudom. Szerintem, lenne. Na, Tinka Dani, aki Balázs, de tudjuk a nevét. Ez az, most akkor nem olyan ellen leszek elve, aki nagyon gyorsan ért be. Viszont hát, amíg ők végén, attól meg, még, megeszik. Attól még a te időd is nagyon sokat számít. Még nem indultak el. Oké, itt vannak. Oké. Na ők elindultak. De jó neked. Dani nagyon ugrál nekem, most ő szintén googolgat. És hol van az ellenfele, az nem indult? Mhm. Uh-huh. Most nálam ugyanúgy google, igen. Igen. Szerintem, de emlékszem, úgyhogy elírtam, hogy ha kiengednek a kórházba, nagyon, de nagyon örülni fogok neki, hogy kiengednek a kórházba. Reméljük, kiengednek a kórházba. Zséda, fent hagyod a live-ot? Mindig fent szoktam hagyni, srácok. Nem szokott olyan live lenni, amit ne hagynék fent. Őszintén megmondom. Nektek a frankót. Na nézzük! Vajon ki nyer? Oppá! Leesett! Eddig Balázs. Balázs van elől. Tényleg, van olyan ember, aki amúgy csak azért vette meg a Minecraftot, mert hogy zsidab és mit tudom én, és hogy olyan játszani? Mondjuk én. Én egy tipikus ilyen vagyok. Ja. Nekem meg te vetted meg, mert ajándék volt. Na hát. Nem is tudom, mikor vettem meg hogy miért. Azt, hogy Ádám, azt hiszem nem lesz nagyon nehéz legyőzni engem, sok sikert. Hajjaj, Ádám, úgy látszik most kihívó. De nem őt kell legyőznem. Hát ez az, hogy nem őt kell legyőznöd, nem érdekel. Nem, aki most beért Dinka Danit, aki amúgy Balázs. Nem, még a Dinka Danit nem, mert te még nem mentél, nem? Te még nem mentél. Nem, de igazániból ha azt mondja, akivel én vagyok, hogy őt nem, vagy nem azt mondta, hogy őt nem nehéz leverni. Igen, de szerintem nem ő érve. Na mindegy, majd úgyis megtudjuk, most egyelőre amúgy mondhatnánk, hogy fej mellett vannak. Jaj, nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy hogy fog tetszeni nektek majd a tényleges legutolsó pálya. Mert az nagyon szép. Nem azt mondom, hogy szép, mert egyáltalán nem mondanám, hogy szép, csak hogy olyan jól néz ki. Ne sestek már, mert nem fog elfogyni a karamellás tallér, amire beérni. Jaj, a karamellás tallér, pedig ezután te jössz, Ádám, azt ugye tudod? Eldobom. Na, ez már jobb, mint a te időd, mert az 3 perc volt. Áj, most átvették, bocsánat, átvették a győzelmemre, na mi az a vezetést? Azt akartam mondani, csak tudja, hogy jó irányba kell menni, úgy, nagyon jó. Úristen, és a végén az utolsó részen rontott el Balázs, hallod? Az utolsó, a cél egyenesnél még itt is lett. Úristen, és megrontotta! Jézusom! Na ez nagyon durva volt, gyerekek! Na ez! Nekem 3 percen belül kéne megcsinálni. Nekem igen. Még 3 és felen sose sikerült. 3 és felen belül, úgyhogy ez vicces lesz. Igen? Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. És mindjárt kiderül, hogy mi a remek újítás, amit Bence kitalált. Vagyis, hogy megcsinált, kitalált. Most a döntő lesz? Nem. Még Ádám. Nem, még én vagyok valakivel. Ja. Tényleg vele kell akkor a VV-vel. Jó, én ma zuhanok. Ráérek. Jó, hát mindjárt. Nem sietek. Nem akarok bejelni tényleg. Na most már. Csivattok, gyerünk, Ádám. Ádám vs. Aurelio. Aurelio. Na, de nem is Aurelio a neve. Nem, de VV. Ádám, ne hagyd cserben. Tedd meg a Zsidákovics csokér. Ne hagyd cserben, de miért rottad el, te? Hát azt mondta, nem lesz nehéz legyőzni. Tévedett. Ádám, nagyon messze van már tőled. Nem sietek. Hát, eltróbolom. Jó van. Lehet lazázni. Csak tudod, ez nem visz előre az életben, jó? De hogy? Nem visz előre az életben. Ki mondja? Mindjárt 50 perce megy a stream. Hogy kitesz? Na pont így terveztük, Bence, nem? Ja, amúgy legalább egy óra is. Ádám! Mit tettél? Hát ő már tovas távol van! Na igen. De mi csinálok? Ádám. Te ficsúr, te! Hát mit tettél? Lezúztam mindenkit, érted az előző pályák. Az egy másik Ádám volt. Akit én ismertem, az nem rontana el ilyen ugrásokat. Most ő is elrontott egy ugrást. Semmi gond, hol vagy? Na, ideje volt. Talán
két checkpoint van köztetek, Ádám. Most mindjárt beéred, ott van az oszlopoknál, vagy látod? Nem látom, de mindjárt bekapcsolom, hogy lássam. Ne azzal foglalkozz, csak ugráljál. Nem megyek, baszol az egérpadom! Nem baj, nem baj, ugrálj! Ő most ugrál ott a slime-okon. Uff. Ugye? Na de jó vagyok. Ádám, ejj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 j
bizony, ezt beérni nem lehet. Na, azért megölt Furendor. Amúgy simán volt, volt már ilyen, hogy innen nyertek. Volt már, láttunk már innen győzelmet. Na, az a helyzet. Mindegy, mit csinálok, már 3 percen kell, nem 5 kell, 3 perc! 3 perc. Az mondjuk az, hogy itt mondjuk csak azt számít, hogy milyen gyorsan érnél be. 3 perc alatt kell beérned? Igen. Ez már nem lesz meg, Ádám. Most ér a labirintushoz. Libi labirintus? Én nem azt mondom, hogy engedd el, de néha... Veszítsél méltósággal, csináld! Csináld, Ádám. Idáig eljutottál, szép volt, hát kikaptál. Nem baj, nem mondjuk el apának. Titokban tartjuk. Ó, talán meg lesz, de talán nem. Nah, 10 másodperc alatt beír? Hogyha leesik, vagy 5-ször még talán. De akkor sincs meg az 3 perc, hogy bármit csinálok, már mindegy. Hát, hogy... Tudorák esett ki. Tudorák esett ki. Érve 3 perc egy szakala. Ő is most kifejezetten sokat bénázott itt az elején, szerintem. Itt van, hogy Rexy. Fogadom a földre a 100 feladatomat, ha már van. Rexy! Rexy go! Szegény Rexy-t amúgy csajnak néztem. Nem baj. Na. Nem baj. Hmm. Laggolok! Hát itt mindenki, itt ez a lobby. Ez a mi giga nagy lobbink amúgy, hányan vagyunk? 99-szer egy ember felfér, huuuu! Ott is van, köszönjük. Na. Amúgy szépen fenn vagyunk a szerveren 100-an. Kíváncsi vagyok. Vajon itt mi lesz? Mi lesz a vég eredmény? Kik versenyeznek akkor? Azt mondja, hogy ha Tudurák kiesett, akkor az, akivel VV Aurelio, meg a másik. Ki volt a... A Balázs meg a VV Aurelio. Igen, tényleg a Balázs meg a VV Aurelio, akinek nem az a neve amúgy, hogy VV Aurelio, de mindegy. De ők fognak most versenyezni. Ez itt a döntő lesz, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy most akkor mit hoz majd ez. Mi gondoljátok el, hogy 100 emberből ti értetek be a legjobb időben? Na majd új pályákon megnézem, hogy mennyire teljesítetek jól. Emlékszem, amikor legerőször megnéztük az első pályát, és mindenki mennyit szenvedett rajtam. Most már kisújból kirázzák az emberek. Bár szerintem ez én is hozzátehetek annyit, hogy nagyon sokat jöttetek játszani, ugye párkörözni, meg minden, és mindenki kitanulta már a mesterséget. Na. Nézzük! Fújok is rá egy oldalt, még belaggol. Szavasz, Kati! Mi vagy hány éves vagy? Én? 16. De nem egy nappal se öregebb. Ez nem igaz, mert de. Na nézzük. Oly, elkezdődött a nagy meccs! Kérem szépen, úristen milyen egyszerre mennek! Ajajajaj, a hamburger! Hamburger, leesett a hamburger! Úgy ott innen látszik a másik pályán, mindegy. Ajajajajaj! Veronika, az a neve, hogy Veronika? Nem is Veronika a neve. Nem tudom. Na gyerünk Balázs! És gyerünk hamburger! Ez a pálya, ez neki nagyon nincs benne a kezébe, viszont Balázsnak annyi esélye van, hogy ő ugye nagyon sokat, tehát annyi az előnye, hogy ő nagyon sokat ő játszott már ugye ezen a pályán. Úgyhogy neki ennyi előnye van. Kíváncsi vagyok, hogy ki milyen sebességgel fog beérni. Na, opá! Odafigyel minden egyes ugrásra. Ninka túl tökéletes. Hogy lehet ilyen tökéletes? Nem létezik! Amúgy annyira nem tökéletes, mert egy csomószor leesik ő is. Vagy nem? Vagy most kiderül? Kiderül, meglátjuk. Amúgy én is végig tudok menni. Hát mennyi? A pályán leesés nélkül. Múltkor csak majdnem sikerült az egészen. Talán ott a végén estem le. Egy párszor már végigvitte ezt a pályát. Na?
Nekifutott nagyon. Kíváncsi vagyok, eddig nem rontott. Eddig nem rontott. Vajon izgul? Izgulhat vajon? Ha, na, úgy. Ez egy nehéz rész, de itt is simán veszi az akadályokat. Micsoda? Csak nekem fagyott le a stream? Nekem nem. Azért nem zavar, hogy a csatornádon fenn van egy olyan videó, amiben te még kicsi vagy? Nem, egy pár olyan videó van. Hát nem is egy pár, Jézusom mennyi van. Múltkor amúgy nekem feldobott egyet így a YouTube így ajánlottba. Igen. De azok ilyen emlékként vannak fönt, hogy lássátok. Azok a Starwars-os kedvencem. Lássátok, hogy honnan indultam. Na. Amikor az történt, akkor én még sehol, jó, nem az, sehol nem voltam, mert de megbúgtam. Nem igazán, hogy kis kantáros nadrágban rohangáltál apáink. Ezért telként. Na, oda néz és beér Balázs! És? Ott a győztes! Na srácok! GG. Ott van a GG! Kiírta a plusz 25 karmát! De és még a színe is megvan, megtaláltad a színét, jó kis lila? Igen. GG, de csak egyszer írja ki, ugye? Igen. Na, lol, megnyerte. Ügyes volt amúgy ez a Dani. Kíváncsi vagyok majd az új pályákkal hogyan fog boldogulni. GG. Au, megcsípett a tűzijáték, hallod? Ez engem meg tud ölni? Na, ez szép volt. Mindig Dinka nyer! Egy Dinka, akkor diszkalifikáltassunk téged, vagy mi? vagy mit szeretnék? Nem feltétlenül fogom úgy mindig ő nyerni, mert még van olyan pálya, amit nem ismert, de ezeket már kívülről fújja ő is. Igen, az durva lenne, hogyha azt is megnyerni. Látom már. Vannak olyan pályák. Na, most mindenki tud. Menjünk még egy kör, srácok. Felőlem mehetünk. Jó. Akkor most beváltok egy kicsit keményebb zenére. Mi jelentkeztél, Ádám? Abban a pillanatban. Jó van, és ki is írta, hogy benn vagy. De srácok, engedjétek oda többieket is, nájátok meg, hogyha jelentkeztek. De ahogy kapcsolják, már ki tudják kapcsolni az embereket. Igen, tehát hogy ja, kapcsolják az embereket. Ja, jó ha van. Valaki ezek után se sikerül, akkor van. Jó, nem is felem én ezt a plugin-t. Te írtad. Na. Szóval most mindenki, aki fönt van és kattint a villagerre egy jobb klikket, ad neki egy pacsit, egy jobb klikket, az bekerülhet a legjobbak közé, akik bent vannak és bekerültek. Aki viszont nem és később csatlakozik, vagy kidobja a szerver, az már nem tud visszacsatlakozni sajnos. Amennyiben valaki megkérdezi, hogy miért szellem, miért repül, miért láthatatlan, akkor van! Nem, de... Ja. Visszafelé kell olvasni a Veronika. Igen, visszafelé kell olvasni, és akkor Veronika. Értem. Bakker, ez ilyen... Na jó, akkor mindenki adott egy nagy jobb klikket a csávónak? Aha, megnézzük. Amúgy van az a gif, tudod, amikor ez a mindblowing, ez a... Most azt érzem. Na, azt mondom, akkor ne abozzunk, mindenki, aki rákattintott. Gyöngyi nem depressziós lett a pályától, hanem videót vág most ő. 4-3-2-1. Na. Hát nem tudom, én a Veronikát akárhány szóval írtam, nem dupla végel írtam, na mindig. Pence? Yes. What? Ez mi? What? Na császkok, én játszok! Hát nem. No. No. What? Pence? What? Hát nem állította vissza az aréna izét. Cuckombót. Mindegy, jelentkezzem mindenki újra. Rendszerzén egy használat, és egyszer megzsasztan a rekt az egész. Elrontja önmagát. Amúgy ez nagyon érdekes volt. Mit volt itt a gond, Bence? Az, hogy nem állította vissza a cuccost, amikor vége lett. Vagy minden az alapbeállítások szerint menjen, érted? Aha. De most már akkor jól lesz, nem? Most elvileg lestopoltam, és most visszaállította. Csak valahol kihagytam valami parancsot a kódban. Jó, valami. Na mindegy. Elvileg most jelentkeztem, Ádám. Te is megvagy? Abban a pillanatban. Oké. Okay. Én még egyszer rákattintok csak. Amúgy srácok, mindenkinek kiírta, hogy plusz 25 karma? Abban a pillanatban. Az az egyik legfontosabb újítás itt a szerveren, úgyhogy nagyon fontos. Legfontosabb. Egy olyan újítás, ami amúgy semmit nem tudsz vele kezdeni, hogy most van plusz 25 karmát, de tök jó, hogy van. Látom, betöntétek a vizeket amúgy, ahogy ne lehessen megfulladni. Nem betömtek, hanem egyszerűen csak nem lehet megfulladni. Ja. Na, tőlem mehet amúgy. Igen. Igen, mindenki jobb klikket?
Aki nem jobb klikket, az nem fog tudni. Figyelj, most mindenki GG-zik és nézi, hogy vajon neki kiírja. De most nem fogja. Csak a legesztő. Olyan kis nagyivak. Na. És még egy ilyen, és kikkelnek a modik. Ó, már kikkeltek is, bocs. Háj! Ha! Mekkora fék. Na, indulhatunk megint? Mehetünk. Mikor új Zsíd of Adventure? Nem tudom, Zsíd of Adventure nem volt már, vagy... Jó ideje, oké. Okay, rámult az órámra nagyjából legalább 5 éve. Hát nem, azért olyan régen nem volt, de volt. Volt Zsíd of Adventure. Régebben már egy kicsit. De miért? Nem írja, hogy csak akkor írja, amikor vége van a versenynek. Igen, most nem fogja írni. Na, akkor én hátradőlök és várom, hogy elkezdődjön a verseny. Ki mire fogad? Ki fog nyerni? Kéne valami fogadóiroda még a lobbiba, tudod? Lábbi, ha mindig lennénk, ott tudod, van ilyen csatorna pontos fogadás. Az itt lehet fogadni, hogy ki fog nyerni, mit tudom én. Benne lesz ő a top 10-ben, meg ilyenek. Poén egy ilyen izé. Tudom, sajnos még nincs ilyen. Hát... Nézzem, kicsi az egérpadon, basszus, amikor így körbefélekkel fogom, az azt szorol, hogy húzom le az egeremet. Vannak ilyen streambeállítások, de nem tudom, hogy mit. Automatikus indítás engedélyezése normális, ez magánál? Soha, soha életemben nem állítanék be egy olyat. Hallod, azt mondja... Tök random. Mi? Azt mondja Gombi, hogy tud csinálni Discordon szavazást. Amúgy ez jó lenne. De és szavazást az... De az csak szavazás, tehát hogy nekem... Nem tudom, hogy ilyen fogadóiroda, de amúgy... Amúgy azt is lehetne, hogy tudod, hogy karmában... De nem, mert hülyeség, mert csak egyszer lesz a verseny megrendezve. Mindegy, majd hogyha egyszer talán megcsináljuk Bencével, hogy ilyen ténylegesen mindig futó szerver legyen ez, akkor majd talán teszünk bele egy ilyen rendszert, és akkor lehet beszerezni cuccokat, tudod, hogy felteszem a mit tudom én milyen jó izé skinemet arra, hogy mit tudom én, tudod, mint a Hypixelem, vagy az effektjeimet felteszem, és akkor nyerek mellé még mit tudom én pontot, vagy mit tudom én. Kormákban lehet majd. Amúgy egy ilyen kereskedelmi rendszer az király lenne. És jó, meg tudják bundázni az emberek azzal, vigyázz. Ez az! Ja, majd azt mondják, hogy azért eltrúbóljuk a gémet. Mikor csinálsz reakció videót a régi videókról? Ez pont, Dávid, pont ilyeneket szoktam. Igen, semmi én szoktam ilyeneket, hogy régi videókról, de még amúgy abban mi lenne a pláne? Csak úgy megkérdem, hogy amúgy hogy az, hogy leestem. Hogy most megnézem a régi videóimat, de annyira nem hiszem, hogy az olyan, nem tudom, fú, de szórakoztató tartalom lenne, meg mit tudnék mondani, hogy ja igen, régen ilyen voltam, vagy... Nem értem. Ja, emlékszem. Ilyen volt, és Ádám most volt. Hát emlékszem, mikor megcsináltuk, és hát nem éreztem magamat rosszul közben, vagy nem tudom, tehát hogy valami háttérinfót mondjak erről, nem tudom. Egyelőre nem érzem azt, hogy szükségem lenne egy ilyen videóra, majd talán egyszer, hogyha majd nagyon öreg leszek. Majd 90 évesen csinálok egy ilyen videót. Majd amikor én 80 leszek. Jaj, te. Nem is 10 év van köztünk. De pont 10 év van köztünk. Pont 10 év van köztünk? Nem 2000-ben születtél, nem? Nem. Dupla. Mikor születtél, Ádám? Ne mondd el, titok. Ne, jó. Hát de kitalált, hogy 16 éves vagyok, nagy matek amúgy. Ja. Tényleg nem 11? Akár. Emlékszem, hogy Ádám számomra több éven keresztül 3 éves volt. Nem tudom miért, de vagy 5 éven keresztül csak 3 évesnek tudtam elképzelni, hogy ő biztos 3 éves. Amikor már rég biztos már 10 voltam szerintem. Hát igen. De még olyan kis 3 éves fejed volt. Menj már a fejemből. Látni akarom az embereket, de közben nem akarom, hogy az arcomban legyenek. De kéne legyen egy méteres rádiusz, hogy így látod, nem látod őket, de úgy távol. Nem, én amúgy így szeretem, mikor már így elindulok, és akkor látom, hogy így mennyire szétoszlott a tömeg. Bence, most pont most előztelek meg amúgy. Igen? Igen, pont most történt ez meg. Akkor akár le is eshetnél. Ebben a minitomban. Valaki meg itt sétálgat a pálya alatt. Nézd, hogy na jó! Na jó, lehet neki ott sétálgatni. Na jó, ennyit a pont. Tényleg itt van, nincs meg. Szerintem nem fog nyerni, de szíve rajta. Bence, megelőztél, hallod?
Te tényleg feljöttél gyakorolni, súván gyere. Nem, tévedtem mégsem. Nem, Rexi is most részt. Jaj, a Rexigo, hát kitte volna. Én nem ismerem még ezt a izét a labirintus, hogy melyik tudurák után, és ő bízom benne, hogy ő tudja merre kell. Na, mikor ellenem mentem, akkor nem tudtam amúgy. Na, köszönjük szépen, Patrik. Ádám, én is 16 vagyok. Na, Ádám, lett egy új barát. Na, gratulálok! Kettem meg a klubban. Lett egy új barátod amúgy, Ádám, mit szólsz ehhez? Ez az. Ádámnak amúgy nem sokára egy barátot kéne szereznie. Ne, ne, ilyet nem mondj, ne! Mert szóval most lehet, hogy a Discordomat. Na, félek. Jaj, ja, jó, előjétek be Discordon az Ádámot. Igen. Ne, megtalálnak, ne. A neve az amúgy GDRD Sexy Fiú 15. Igen. A nem hiszem, hogy nem a Discord szerben legyen lennék a rangom miatt, de... Dubán mindenki beért a csapatból, csak én... Hát, hol vagy, nem jössz? Leestem a végén amúgy, mert olvastam a helyzét, kommentet amúgy. Köszönjük szépen, Patrik. És ja, Ádámnak kéne egy barátnő. Úgyhogy, ha lány nyeri meg a versenyt, az megkapja a birodalmam felét és a kisöcsém kezét. Ha fiú, akkor is. Ne, akkor ne. Hát nem vállalom. S ki megnyeri parkör versenyem, az megkapja birodalmam felét. S kisöcsém kezét! Imádom ezekben a magyar népességben amúgy, hogy így... És megkapod lányom kezét! És a lány lehet, hogy amúgy rattul nem akar hozzámenni a csávóhoz, de természetesen mindig nagyon daliás, meg jóképű fiúcska az a paraszt fiú, aki mindig a főszereplő és a legkisebb királyfi. És a végén tök jó boldogok lesznek. Mennyibe, hogy amúgy már jelölgetnek az emberek? A lányok. Hallod? Hát nem tudom. Ádám, a lányok jelölgessenek. Hát nem tudom. Mit szólna az embereknek most így mondom, hogy aki véletlenül szeretne tőlem valamit észköz, ne bejelöljön barátnak, mert nem fogom elfogadni. Hanem már küldjen pénzt! Nem, írjon rá, hogy mit akar. Mit tudom én, bármi. És hogyha mondjuk az van, hogy Steam kulcsot akar adni, annak el kell, hogy mondjam, hogy úgy adjon Steam kulcs. Nem, az írjon rá, hogy csá, de van egy free Steam kulcsom, kell? Hát mondom, hogy kell. De ne felvegyem barátom. Hát mondom, hogy kell. Hát mondom, az emberek csak úgy rohangálnak free Steam kulcsa. Hát de na most... Viszont, hogyha lány vagy, és azt írod, hogy cső, van egy szabad szívem kiadóba, akkor írjon rá nyugodtan Ádámra. Elfogadja. Elfogadom a barátnő meghívást. Ja. Barátnő felkérést. És akkor azt mondja, hogy mától a barátnőm vagy GG. Plusz az valaki akar valami, írjon! De ne csak felvegyem barátnak, mert azzal nem megyek semmire. Írja meg, hogy mit akar. Azt mondja, hogy lolozni akar, mert arra mondjuk van embereket, fogadunk el. Lóra Gombival már loloztunk is, meg Leonidasszal is. Amúgy Gombinak csak nekem tűnik úgy, mintha tényleg sáska hangja lenne? Én nem beszéltek sorra, úgyhogy... Egy az egyben olyan hangja van, mint sáskának. Lehet, hogy sáska undercover. De tényleg nagyon durván. Fogalmam nincs, nem figyeltem. Na, szóval amit. Lányok, kijelentkezik Ádám kegyeiért. Ó, már vannak jelent... Na, mi? Nem van. Na, mi? De, és egyből befrendeltem, aki miután elmondtam, hogy ne frendeljenek be az emberek, mert nem fogom elfogadni úgyse. Mert szia, is szia, az én tesóm soha nem mondana ilyet. És lány vagy? Vagy miért nem mondom? Hopp, és már hívta Fortnite-t azért. Hát, bocs, Dávid, de... És már hívtak is. Lányok? Hát erősen kétlen. Nem olvastam a nevét, de nem olyan lányos képe van. Nem tudom, olyan miért? Lányos kép van. Na, ha mi vagy a Steam-re, akkor írd már le, hogy mi a képed, de most... Ádám, kell, hogy hívják az új barátnődöt? Laci! De nem már, mert elrontom, azt most ki fogok esni, csak miért... De tűnjenek már innen az ember. Lehet, hogy fiú? De olyan jó statja van lóban, hogy nem hagytam. Na jó, jó, mondjuk lány is tud dolozni, akkor azt mondjuk, na. Istanba. Ez a két szó, ez valami... Istan barátnő felkérés! Ha lány is tud jól lolozni, ment a jelölés. Jó, mert ilyet még nem láttam, csak azért. Miért? Hát biztos van ilyen. Amúgy nagyon Kitty sok van. Olyan. Amúgy tényleg, várjál már, hát a Kitty az ilyen izé, nagyon durván lolos. Na, Ádám, alig van köztetek 10 év. Hát... Hát ez... Jó, hát de most attól még, hogy lolod... Carter, Benny! De ha nem veszed fel, akkor hogy ír rád?
Ádám, ez a kérdés fel. Ha rám klikkel és rányom egy message, akkor tud írni. Nem kell felvenni a barátnak. Hoppá. Mert már be van kapcsolva az, mert mit tudom én. Srácok, annyit beszéljünk meg, hogy a fiúk azok DC-n vegyék fel Ádámot, a lányok pedig... Facebookon. Facebookon. Ja. Vagy valamelyik társkereső portál. Melyik a... Várjál, milyen izék vannak? Mi az a... Amit szoktak Tinder. Az... Tinderen. Igen, a lányok jó, Tinderen. Ne, mit csinálok? Hoppá. Mit csinálok? Hú, ez amikor átsétál 60 checkpoint, az nagyon jól néz ki a képernyőn között, hogy okay. Beleír a checkpoint. Felirat. De miért még az elején vagy? Hát a labirintusnál. Ja. Mi volt ez? Hát nem ugrott föl ez a drága látos kis karakterem. Amúgy azt tudtátok, hogy a Facebooknak is van egy új társkereső funkciója? A Facebook társkeresőként indult, nem? De nem. Ez olyan jól működik, mint a streaming szolgáltatás. Nem tudom, de valami. Ez most már egyre jobban működik, szóval azt ne szóljuk le. Jaj, valami napi belenyomta a képembe, hogy hallod, nem akarsz egy ilyet? Mondom neki nem. Nem. És a barátnőd meg közben ott állt mögötted késsel a kezébe, hogy na Bence, akarsz ilyet? Ja, és így folyik le az üzletságcsepp így a homlokomon. De... Hányom. De azért elmentetted kedvencek közé azon. Na. Várjál, ki írta itt a moderátorok között, hogy neki sajnos nincsen lolja. Pedig nem drága. De figyelj már, amúgy itt van a Bia, hogyha jól tudom, ő is lolozni szokott moderátorok között. Egy ilyen... Ez így nem lesz jó, mert a végén már akkora csapat lesz, hogy egész LOL community itt lesz már. Én nem azt mondtam, hogy lolozzatok együtt. Nem, hogy legyetek barát és barát. Hanem, hogy gyertek össze! Okay. Amúgy hol vannak az emberek? Mert olyan lassan mentem, az még így is harmadik lettem. Belefér, Ádám, belefér. Na. Belefér. Most lesz a szülinapom. Na, április 26, Ádám, Réka írja. Április 26 születés, ne felejtsd el, jó? Nem, azt mondja, nekem nincs lolom, és rászok... Nem azért, hogy... Na mindegy. Ha lány vagy és van lolod, akkor vedd fel Ádámot ismerősnek. Kálasz vagyok egyiken a mindegy. Hívasd meg magad randira. Az jó. Ádám egy igazi aglegény. Elvisz téged a legjobb meccsekre. Na. Jó lesz. És itt vegyük komolyabban ugye a tesztet, Parker, meg mit na, tudom. Na, Anita, figyelj, Anita most írta, hogy neki pedig április 28. Na, hogy egyezik. Itt van a neked való Bia. Bia az azt írta, hogy srácok, nincs névbemondás. No spend, cut slop off. Vele jó jár. Na, szigorú ember. Nagyon jó. Neki nem kell kétszer elmondani semmit, azt mondja no spam. Ja, tényleg. Ádám, Randin, amikor megkérdezel, mert egy férfi ilyen sajnos elfelejt dolgokat, és akkor ötször megkérdezel valamit, és Ádám erre már válaszoltam, ment a pihi 10 percre. No spam. No spam. Bekapcsolja a spam szűrést. Felvesz egy fülest, tudod? És most mindenki gondolja bele, és nem lennék itt, mert unalmas, hogy túlnétek ketten, és így semmi nem történik. Igen, azt mondja, fiú vagyok, de attól még felveszem ismerőst. Na, egy próbált meg, ja, hát. Úristen, mi ez a sok lecsatlakozás? Hát, de még nem biztos a dolgában, meg lehet próbálkozni. Igen. Na, hogy mi véget ért, micsoda? Beértek mindenki, aki számít. Képzeljétek, írta a matek dolgozatot ma, meg kellett. Azt írta az osztályba osztálytársam, hogy ki akarja újraírni. De ma írtuk, és akkor mondom mi? Hát a matekot. De mondom, még ki se javította. Hát ő tudom, neki akarja újraírni. De mondom, mit? Ki se javította? Hát nekem biztos rossz lett. Hát nekem is, azt nem tudom. Már várom, hogy mindenkinek amúgy ötös legyen. És így kiosztaltam, hogy hát mindenkinek ötös lett, hogy újraírjuk. Mindenki írja, hogy szegény Bia, szegény Bia. Hát szegény Ádám, hogy nem válaszol neki. Hát főleg. Pedig szegény, eddig már verset is írt. És el tudtam képzelni amúgy, hogy így na várjál, találkoznak. Na várjál, Gréta már kérdezte, mondjuk Lackó, Gréta Lackó.
CZ-vel, hogy hogy van fent Ádám Facebookon. És ez semmi smiley, semmi, ezért full komolyan gondolja. Nem. Amúgy zsidálkocs Ádám, tessék, hoppá. Amúgy én meg zsidálkocs Dávid. Én Dávid testvére vagyok, éles logika. Jaj, Istenem, ez a tavasz. Szerelem van a levegőben, nem tehetek róla. Megy egy kis korona. Na mindegy. Na. Bia azóta nem ír. Ja. Figyelj, Ádám és Bia találkoznak. Ádám, hogy szia! Bia pedig kevesebb a betűt, ha kéretem. Na jó, fejezzük be amúgy. Jaj. Ádám. Magyar. Most már kéne egy barátnő. Nem, minek? Most ki jönne ide streamálni, mi? Ez nem unalmas lenne a streamos barátnőmmel foglalkozni. Most ő is jönne. Jó, lehet tényleg. Srácok, én már elindultam amúgy a pályán. De jó neked, hogy te nem zuhansz. Én nem tudom, mi volt velem, de most úgy megtátosodtam. Ezt a pályát most hiba nélkül fogom kijátszani. Ádám, nem úgy hallom. Nem vettem fel a checkpoint, és megijedtem, és inkább tovább mentem. Jaj, azt annyira utálom, hogy az első checkpointnál, a második. El kell gondolkodni, hogy visszamész, vagy bekockáztad, azt tudod, hogy jó, megcsinálom. Igen. Majd visszamész, és hát a biztoság. Jaj, ne, Rexigó lelököd! Nem is tud lelökni amúgy. Rexigó, tudurák, itt van. Együtt harcolnak. Válvetve. Nem tudom, hogy csinálják, de együtt harcolnak keményen. Nem tudom, hízott manapság a karakterem, vagy mi van ma? Hízott. Hát de komolyan. Jaj. Az egy kör alatt, hogy az előbb mentünk, az olyat hízott, hát nem igaz, nem férek el. Semmel. Jaj. Press F to respect Ádám. Ja, igen. Respekte. Na jó, én kinevettem magamat, ez most nagyon jó volt. Jaj, jó. Mindenki segítsen felidézni Dávid a Bence legendás pillanatát. Melyik volt Bencének? Közben köszönöm szépen Carter Beninek meg Patrik Temesvárinak. Nekem volt már, vagy 10 barátnőm, ja, és most is van. Ja, és most is van. Köcsömbe, nem adsz egyet, hallod? Köcsömbe. Köcsibe. Esk meg oda. Azt mondta Bia, hogy bánat. Hát ez szerintem azt jelenti, hogy nem. Igen, szerintem ki lehették kosarazvában. Igen. Amit nagyon sajnálok, mert te igazán mindent megtettél. A legjobb formádat hoztad a párkörpályákon. Hát ennél jó. Nem úgy állt elég gyorsan. Gondold el, amikor így elkezdenek magyarázni. Na és hogy ismerkedtél meg anyával? Hát ajatlanoztunk az elején, gyerek jött, azt izé, leültük tégbe, egy izé volt, mit tudom, hogy anyád lehozta a körtékbe, beleszerettem. És milyen igaz? És milyen romantikus lenne. Fú, fater! Anya, igaz, hogy akkor legendással lehozta az egész kört 1v5-en, normál izébe, aj, nagyon jó volt. Igen, kisfiam, nehéz idők jártak akkoriban a LOL pályákon. Ez a season 11, akkor már nem tudom, season 300 lesz szerintem. Legalább. Anyukádat mindenki csak úgy emlegette. Noob Girl 2000. Ki nevezi el magát noob valaminek, de most komolyan? Váj! Miért csinálnál ilyet? Miért pecsinzled meg saját játéktudásra? Valaki annyit írt be a chatre, hogy a Naruto nagyon jó. Hát jó. Igen. Igen, de ez nem tudom, hogy jött a témához, de úgy van. Necke! Necke! Láttam már, Benz, hogy beraktál egy mémet a izébe. Hát fogtam. Sasuke! Hogy mondta még? Sasuke! Várjál, mi volt a névet? Zaksung Zazuke! Ez olyan szép pillanat és felemelő, ahogy azt mondja valaki a társának, hogy Zaksung Zazuke! Életem legfelemelő pillanata volt. Nem sokan mondtam, mert elkezdtek flexelni. Apám elkezdett flexelni? De nézd meg, most flexelni, az eddig pedig nem. Azt mondja a Bia, hogy én is sírok, de majd visszakapják, hehehe. Ajjaj, Ádám, úgy látszik, hogy Bia bekeményített.
nem olvasom a csetet, mert nekem mindig csak egyetlen monitorom van, és az se akkora, hogy egyszerűen a Minecraftot elég gyilássam, érted? Annyi monitort hagytam rád. Egyet. Azt használom azóta. De azóta miért nem vettél? Mert ez tök jó. Jó van. Amúgy apukátoknak mindig túl sok újja van, hogy megint flexel, vagy most... Nem, mert most nem csak flexel a sok ja. Amúgy megmarad, megmarad. Ja, amúgy srácok, nem tudom, hogy mennyire super secret, Adam super secret, hát miért lenne az? Képzeljétek el, hogy apukánk lefekszelt, leflexelte az ujját. Kizárólag egy körfűrész volt, ja. Hát egy körfűrész, na igen, tényleg. Felenyúlt, azt mondta, hogy így puff, így beleütődött így a kis ujja, és így így keresztbe hosszába levágta az ujját neki. Hogy mi akart, azt nem mondta. De utána még elpakolt. És letakarította a vért, és csak aztán ment szólni. Tudod, én azt mondta, hogy lifegett az ujja, kis ujja. És utána még elpakolt, úgyhogy apuka egy híró. De visszatették neki a helyére, úgyhogy nincsen para. Mondta, hogy gondoltam, hogy egy kicsit kis kompromisszummal. Visszaszik szalagozták. Jaj, kihúzták. Küldtek érték. Azóta csak ilyen izé, kis ujjas poénokat mondok. Majd el lenne nyerni. Ha megkérdezik holnap a tanárok, hogy miért nem. Na, Nikolett kis Ádám azt írta nekem, nincs pasim. Itt az idő. Hát mondjuk pasikeresésben nem csinálják, barátot tudott az izé. Eljött Ádám, itt az idő. Ez az. Ádámnak nincsen csaja, amúgy ne hívjátok már így, hogy van csajod! Van csajod! De mi lenne, hogyha mehetnék? Tehát miért repülök? Azért, mert nem te vagy most. Nekem azt érdekel, hogy Zsidi Adi. Nem, Zsidi Adi. Ja, jó. Nem igaz, nagy kopizod a nevemet, nem igaz, nehéz így. Jajne, Zagzuzazuke itt jön mögöttem, jajne, Zagzuzazuke! Mindig írtam a parancsokat, és mindig izé, betaboztam, hogy mondom, hogy az mindig Zséla volt írt. Mert hogy... Dele van a népsorban. Valaki van mögöttünk a népsorban. Egy zsitkán látszom, hogy... Amúgy, vágod, én sem én voltam leghátul a népsorban amúgy. A középis... vagy mi az általános iskolában? Középiskolában már én voltam a legvégén. De mindig én voltam. Milyen érzés a legvégén lenni a népsorban, Ádám? Jó felelést ilyen, mert tudom, hogy csak 5 óra múlva fogok felelni, amikor azt mondják, hogy népsorban felel. Igen, vagy mikor meg kellett tanulni egy verset, de nem tanultam meg a verset, és 5 órán megtanultam. Ezzel csak akkor volt baj, ugye, most is leesettem úgy a Dani. Ezzel csak akkor volt baj, amikor hátulról kezdték. Ja, meg amikor izé, a népsorolvasás van, és akkor mindenhol van nagy csönd van, akkor tudják, hogy tudom, hogy én vagyok, mert nincs utánam senki. És mindig a nagy csönd van, tudom, hogy én vagyok. Ja, itt vagyok! Mert hogy nem mondanak utánam senki, mert általában úgy szokták, hogy Kis Kovács Béla, izan nincs itt jó. Nincs itt jó, és akkor megkérdezzek engem, és várnak, menj is tovább, mit mondjanak tovább. És akkor tudom, hogy hát, amúgy itt vagyok. Amúgy nekem is már volt ilyen szempontból. Rengeteg ilyen B meg A betűs vezetéknevű ember volt osztálytársam, főleg általánosban. Meg ugye egy P betűvel ott ugye elmaradtam. Ja, meg nincsen 33 oldal dubókockája a tanárunknak, úgyhogy nem sokat kell felelnem. És akkor mindig csak az első 6 felelt? Nem, ilyen nagyon, ez ilyen pűvös közül nagyon sok oldalú kocka amúgy. Ja, értem. És akkor úgy feleltettek, hogy mindig... Dob egyet, és akkor mennyi? De 2. Olyan kettes felel. Én meg mindig tudtam, hogy melyik vagyok, hogy én vagyok az utolsó. Ez mit tudom, mindig 34, 33, 27, mindig egy nagyon nagy számnak kellett lennie. Nem az volt, hogy mit tudom, én voltam a közepén valahol. A közepén? Mindig sosem. Hát ja. Azt mondja a Helinda Mao, nagyasszonyunk, hogy majd megyek én megnevelni Ádámot, köhöm. Ádám? Helinda? Ő még szigorúbb, mint a Bia amúgy. Úgyhogy. Ő, már félek. Ő egy igazi keménykezű moderátor csajom. Ő némit. Olyat mondasz neki némit. Ő nem csak némit, ő kikkel bannol mindent, amit akar. Gondolj el, amikor ültök az étteremben egy moderátorral, és azt mondja, hogy ne! Igen, például ezt mondja. Igen. Mondasz egy ilyet, és kérlek, ne használj kapszlokot! Igen. Ment a ban.
Na mondjuk nem tudom, anyukámmal találkozom, mindenkit olyan szigorú. Nézd, ez vicces lenne. Nagy fájtok lennének. Kikkel, az ugye valóságban egy jól fenékbe rúg. Kikkel. De gondold el, amikor már... Várjál, Ádám, most nem itt a mostani moderátorok, hanem valamelyik moderátor csalja majd összejössz még majd a jövőben. És akkor egyszer csak így azt mondja neked, hogy Ádám, nagyon sok szabályt nem tartottál be a ház körül. Nem tartottad be a ház szabályát, hát, ezért most kikkelünk. Egy, mit tudom, kapsz egy 20 perc pihit. Az azt jelenti, a 20 perc pihit, hogy bezár a kis szobába pihenni téged. Vagy hogy ott van a kikkelünk, az, hogy kipaterolja a szűrődet a házból. Igen. Vagy hogyha rosszabb eset, hogyha bannol, akkor azt onnan tudod, hogy a cuccaid már rég kint vannak a lakás előtt. De már nem tudom, koncertet nem etted. Hagyjál, de gondold el, akkor milyen lehet egy IP ban? Amikor kitörol a létezésből is, hallod? A közös képeitek megszűnnek. Kitép, IP-ban, igen. Gyújt egy tábortüzet és elégeti a személyidet, meg ilyenek. Nem baj, Ádám, ha ilyen van, akkor majd tartasz egy moderátor TGF-et. Réges kis sorra a moderátoraidat. Amúgy itt van még a Dorina. Na! Hárman versenyeznek Ádámért. Szerintem senki nem versenyzik Ádámért. Versenyeznek az első helyet, csak nevettettek, alig tudok koncentrálni. Jaj, de kifogás. Még amúgy egyszer is nem le. Így is azt mondta Alex, hogy leesni csak! Hát ti? Te is versenyzel az első helyért, öregem? Ne menj el! Ne, elment. Szatya az nem versenyzik az első helyért. Mi az IP? Most ezt komolyan megkérdett, tesám, nem tűnik fel, hogy oda van kiírva? Nem, sorokban? Nem így működik. Jaj. Úgy eléggé kevesen lettünk. 61-en vagyunk. Mert megértették, hogy kettő, azt mondod, lábzik. Ahogy lehet. Csinálok, nem tudom már, azért lehet, hogy unják az emberek. Úgy lehet, beindultak a moderátorok, hogy az Ádám most téven, aztán mindenkit elkezdte kibannolni. Bosszú, mi a bosszút állt? Ja, fel se tud jönni. Arra a zsízenek csökkenes lehet, ha tudsz, hogy várni kell arra, hogy az újra eljön, mi? Nem, mindegy. Nem lesz lecsökkent. Ez így nagyon jó. Azt mondja a Dorina, várjál, sajnál nem lolozok, úgyhogy nem vagyok opció. Hát sajnálom, pedig tudom, mennyire akartad. Jó, mondjuk pedig azért egy az egy olyan kritérium, ami még az elő is hanyagolható. A tanítani jól tudok. Na, hallod? Leszel. Na. Dorina, lesz egy mestered. Majd felbusztoljuk Coldba. Sensei, úgy kell megkívni. Azt, amikor így akarsz bevágódni egy csajjal, hogy gyere, vagy felbusztollak lóba. Leszel a buffom. Azt mondja, de ha így folytatjátok, Ádámnak 3-e lesz. Most is arra. Amúgy az a 40 ember, aki lecsatlakozott, most biztos elindult Ádám irányába. Igen. Én el tudom képzelni, ahogy most mindenki azért csatlakozott le, hogy jobban betöltse Ádámnak a profiát Facebookon. Lehet. Nem tudom. Jönnek szerenádot adni. Mindjárt halljuk a nagy muzsikát, hogy üvöltött Ádámnak. Szia Ádám! Bettina vagyok, most csak mondtam egy nevet. Bettina vagyok, lolozok. Szétszedlek egy V1! Obviously. Fia Ádám, adok egy üzletet! Szétszedlek egy V1, leszek csajod! Én gyerek, akkor nem! Közel itt megy amúgy a nagy harcszatulás! Elég egyesélyes! Elég egyesélyes! Mert engem nem lehet szétszedni egy V1! Van esetén felküldöm köszönni az űrlények helyett. Mi? Mi? Szóval olvastad. Nem bírom megnyitni a Minecraft T-Launcher-t. Ja nem, Minecraft, nem T-Launcher-t, bocsánat. De T-Launcher-t lenni, akkor milyen? Komolyan, mi? Jaj, Istenem. Ki lesz a csajom? Oliver! Olivernek most éppen csajt keresünk. Most hirtelen Zsédav streamje átment párkeresőbe amúgy. Hát amúgy. Jaj, de rossz. No. Mik a követelmények, Oliver? Azt mondja valaki, eddig szerettem volna moderátor lenni. Ja, a Gamer Girl! Vágod, az a neve, Gamer Girl! Eddig szerettem volna. Ádám, hát ilyet csinálsz a moderátorokat. Jaj, bocsánat. Úristen, leesett a tudurák a végén itt. Amúgy nem mintha én moderátor lennék, mert nem vagyok moderátor. Magam azt tudom moderálni, nem vagy már. Hát ez az, látod?
Az házatok előtt fog állni az összes lány. Ja nem, házuk előtt fog állni az összes lány. Igen, Ádám. Jaj. Most már minden modi átérzi Bia helyzetét. De amúgy vannak fiú moderátorok is. Ádám, hogyha esetleg még változna a véleményed, közben... Úristen, kezdődik a végső leszámolás, de hát sajnos beért, de lassan. Megállít vele, mi lett? Te nem voltál itt, vagy te nem volt? Te már volt, te már voltál? Én már kiestem, igen, rögtön az elején. Túl volt. Átadtam. Én kiestem rögtön az elején. Szóval, amit szeretnék mondani, hogy... Ez jó a szerver, még vannak fiú moderátorok is, Ádám, ha esetleg... Nem. ...változna a hozzáállásod így az életben. Az az is, hogy semmi baj. Akkor mondjad, és akkor úgy keresünk moderátort neked. Ja, tehát, hogy moderátor TGF van, akkor meghívnak engem is, és akkor majd döntök én. Tudod, és lesz egy ilyen Google űrlap. Tényleg, amúgy, vágod, mennyire csicska lenne úgy csajt keresni, hogy egy ilyen Google űrlapot. Ja, amúgy. És akkor... És várjál, és van olyan, hogy nemet kell választani, és van a fiú, lány, meg az egyéb. Egyéb. És akkor... És az egyéb lesz az, akik mindeket kiválasztunk. És akkor, na Ádám. Nálunk a, mit tudom én hol, valami tesztet kellett kérni, és akkor ott volt a izé nem, és nem is volt már kipipálva semmi, hanem úgy volt, hogy volt beírva, hogy öt dolog, izé le volt írva a szokásos ára, meg volt, hogy az egyéb után is még volt egy hely írva, és sajátot is írhat. Sajátot is, mondjuk az a legjobb. De az egyéb is fel volt tüntetve, mint opció. De hát az egyéb, és még írhat sajátot is, mert nem biztos, hogy az egyéb. Hát tudod, ez a mihez ért, mindenhez is. Logikusan. Most nézem nálad a főképet, de milyen bancsa a macska. Igen, nagyon bancsa, azért raktam be. Nagyon szép bancsa cantyő. Hát abban is maradt a Discord. Nekem nem tudom, hogy a Discord ért összenyivelsz, és így most abban maradt. Majd lesz olyan, hogy több Minecraft-tal is fel lehet jönni? Nem, sajnos nem lesz olyan. Amúgy ezért most ez már végső leszámolás lesz, ugye? Ja. Ha jól emlékszem, akkor Rexigo és... Ki a másik Rexigo és ki? Dani? Ki? A Dani, Dani a ki Balázs, de mindenki Balázs. Tudja. Így, hogy tudja? A két master! Töm, úristen, hogy szétpattalnak az emberek. Hoppá, mindenki elindult. It's real speed. A Daninak van a GB... Ilyen egyszerre haladnak. Az valamilyen Balázs valami. Na. Jaj. Azt mondja, Istenem, Dávid, szerintem hagyjuk ezt a témát, majd Ádám választ magának párt, még fiatal, van bőven ideje. Hát még van bőven ideje moderátor. Remélem, anyukám írta a csetre, vagy valami. Nem, vagy moderátor írta. Csak hízelegni akar ezzel is neked. Ne, leesett Rexigo! Balázs, elveszi a vezetést, ő is leesett, most Rexiben vezet. Örülök, hogy ilyen fiatalosnak. Most ő esett le, az igen. Mondanám, hogy örülök, hogy ilyen fiatalosnak nézek, ezt rájöttem, hogy tényleg fiatal. Ott van. Ott van, úristen, és most sikerült, ez milyen érdekes, hogy mindenkinek éppen akkor sikerült, nem, most Lexi leesett. Na, még talán Dinka, vagy hogy Balázs is leesett. Nem, most mind a ketten amúgy nagyon fejfej mellett haladnak, itt még ebből bármi lehet. Itt még ebből bármi lehet, én azt mondom. Nem tudom, de ez ebből videó lesz. A videó nyilván, akkor már videó kimondod, hogy Dinka az adják, hogy ilyen. Le a végén, és áj, leesett a végén, nem baj, ő is leesett, úristen, ajajaj! Lehetek modi? Ezek után Adrien. Biztos vagy hoppá, te ebben a hoppá. Úgy érted a modit, hogy akarsz-e Ádám barátnője lenni, vagy sem? Úristen, nézd meg! És most sikerül, bocsánat, most már tényleg hagyjuk ezt a Ádámnak párt kereső témát. Most inkább nézzük a meccset. Rexi most ért be a labirintusba. És Balázs most ér oda? Mondom, ebből még bármi lehet. Itt semmi nincsen eldöntve. Itt semmi nincsen kölbevésve. Itt még Dávid, bármi lehet, mi az? Kaptál egy űrlapon keresztül egy dropper pályát. Ezt most valahogy én nem értem ezt a... Valami... Ja... De... Mi? Van... Úristen, mind a ketten ugyanott tartalak és egyszer estek le! Hallod, nagyon szoros ez a meccs! Hát ilyen szoros vizé párharcot én még nem is láttam! Úristen! Hopp, hopp, Rexi túlságosan hamar futott neki, de Balázs azért hozza a formáját. Ő is most leesett. Aj, de Rexi is leesett! Hát mi történik itt? Hát egyszerre esnek le! Úristen, hát nem hagyják a másikat. Na, gyerünk! Egyre több hiba van, egyre több hiba csúszik a számításban. Most Balázs egy kicsit lemarad, de azért Rexi nagyon-nagyon tör előre. Hogyha most hibázik, akkor még Balázsnak simán van esélye. Még simán van esélye, még hosszú azért ez a pálya, de már közeledünk a végéhez.
Úristen, Balázsnak nem jön össze az ugrás az elején. Most jött csak össze, viszont már egy egész oldalnyival vezet, és megüléset. Ejj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 j. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz lesz itt még visszahozni szerintem ezt az előnyt. Itt már lehet, hogy lehetetlen, de olyan nincs, hogy lehetetlen. Mert Rexi, hogyha itt elkezd majd bénázni, akkor onnan még talán vissza tudja hozni Balázs. Van annyira jó. De, és? És sikerült neki. Sikerült neki a célhez ért. A célhoz ért. A cél egyenes, és Rexi így most és... beért. Rexi lett, a GG. Köszönöm szépen a 25 karmát. Hát ez szép volt. Na, hát ez izgalmas volt. Sokkal izgalmasabb volt, mint az előző volt amúgy. Pedig az sem volt semmi. A Rexinek az kinyi egy T-Rex amúgy? Hát egy vagy valami volt. Igen. Majd a élő lény? Na, hát ez nagyon szép volt. Kis bomba aztán már amúgy. Bomba. Hú, ez jó volt. Ezt jelent. Mi pedig nagyon szépen megköszönjük a figyelmet, és hogy itt voltatok és segítettetek leteszelni. Ne felejtsétek el, hogy 3-án giganagy párkörverseny, srácok, giganagy párkörverseny. Ne felejtsétek el, a díjakat pedig majd meglelitek a videóban, amiben beszélek erről, de amúgy egy csomó tuttizsúzos díjat fogtok tudni nyerni, hogyha ti lesztek az elsők, és ne felejtjétek, csak egy maradhat. Kösz, hogy itt voltatok, kösz is, srácok, hogy ti is itt voltatok. Sziasztok! Na, nincs mit. Hello.